1971. november 24-én szerdán hálaadás napján egy rövid, sötétbarna hajú, barna szemű, középkorú, 35-50 év közötti férfi érkezett az oregoni portlandi nemzetközi repülőtérre, majd kezében egy fekete aktatáskával odalépett a Northwest Orient Airlines egyik beléptető kapujához. Üzleties megjelenésű volt, sötét, esőkabátszerű ballonkabáttal, alatta fekete öltönnyel, fekete nyakkendővel és fehér ringgel, kifényezett cipői szintén feketék. A férfi Dan Cooper néven csekkolt be, készpénzzel fizetett és csak egy irányba vette meg a $20 jegyét a 305-ös járatra, ami körülbelül egy 30 perces utat kínált északi irányba a Washington állambéli Seattle-be. Az erre a jegyre sajátkezőleg ráírt neve és írásmódja az egyetlen, amivel személyes ismertető jegyet hagyott hátra. A Dan Cooper név mögött rejtőző férfi ezután felszállt a légitársaság N467 US Lajstromjelű Boeing 727-esére és elfoglalta a harmadáig megtelt utastér leghátsó sorában. A menetirány szerinti jobb oldalon található az egymás mellett elhelyezkedő három szék közül a középső 18 C jelzés ülést. Rajta kívül még 36 utas volt a fedélzeten, illetve a 6 fő személyzet. Az elbeszélések alapján a felszállásra várva rendelt magának egy pohár bourbon whiskyt szódával, valamint egy cigarettát is elszívott. Akkoriban a repülés biztonsági vagy épp a dohányzásra vonatkozó szabályok sokkal lazábbak voltak, mint ma, így ebben semmi meglepő nincsen. Végül a repülőgép délután 2 óra 50 perckor kezdte meg a felszállást. Az ismeretlen férfi azonban nem sokkal ezután egy kis szertlitarot tehát a hozzá legközelebb Balkész felől a folyosó végén ülő Florence Schaffner nevű légiutas kísérőnek. A nő ezt olvasás nélkül eltette, ezért a férfi közelebb hajolt hozzá, és azt súgta neki, hogy jobban teszi, ha elolvassa, ugyanis bomba van nála. A beszámolók szerint a papíron egy filctollal írt, rendezett, nagybetű szöveg volt olvasható, ugyanakkor Dan Cooper ezt később visszakérte, így nem tudni a pontos tartalmát. Miután az utas kísérő tudomására hozta a bombát, azt mondta neki, hogy üljön le mellé. Schaffner így is tett, majd megkérte a férfit, hogy hadd láthassa a robbanó szerkezetet. Cooper felnyitotta az aktatáskát, amiben látható volt 8 darab, piros, hengerszerű, dinamitrudra emlékeztető eszköz 4-4 egymásra helyezve, ezek pedig piros színű kábelekkel voltak hozzákötve egy nagyméretű elemhez. A táska lecsukása után közölte, hogy egy hátizsákban elhelyezve 200 000 amerikai dollárt követel délután 5 óráig, $20 jelöletlen bankjegyekben. Mai árfolyammal inflálva ez 1,3 millió dollárt, ami a videó készítésének pillanatában valamivel több mint 395 millió forintot jelent. Ezen kívül leadta a rendelés 4 darab ejtőernyőre is, valamint egy üzemanyagszállító teherautóra, aminek Seattle-ben kellett várni az eltérített gépre. A nő ezután elment és közölte Dan Cooper követeléseit a William Scott nevű pilótával, miután viszont visszatért a férfihoz, az már egy sötét napszemüveget viselt. A pilóta felvette a kapcsolatot a Seattle-i repülőtér légirányításával, akik ezután értesítették a helyi és a szövetségi hatóságokat is, köztük az FBI-t is. Utóbbira azért volt szükség, mert a repülő Oregonból tartott Washington államba, ilyetén formában pedig szövetségi ügyé vált. A többi utasnak ugyanakkor a pánik elkerülése érdekében azt mondták, hogy a városba érkezésük egy kisebb műszaki meghibásodás miatt egy kicsit késni fog. Donald Nyrop, a légitársaság elnöke jóváhagyta a váltságdíj kifizetését, a társaság dolgozóitól pedig teljes körű együttműködést kért. A repülőgép másfél-két órán keresztül körözött leszállás előtt, ugyanis be kellett szerezni a kért ejtőernyőket, összegyűjteni a pénzt, illetve a hatóságok embereit is mozgósítani kellett. A váltságdíjat végül az FBI szedte össze több környékbeli bankból, ami ahogyan Cooper kérte 10 000 darab jelöletlen $20 bankjegyből állt össze. Egyedül egy L betűvel kezdődő sorozatszám szerepelt rajtuk, ami arra utalt, hogy a Fed, a de facto amerikai jegybank San Franciscói kirendeltsége bocsátotta ki ezeket. A bankjegyek mindegyikéről felvételt készítettek. Cooper elutasította a légibázistól kapott katonai ejtőernyőket, helyette ragaszkodott a polgári ejtőernyőzésben használtakhoz, amiket végül egy helyi ejtőernyős iskolából, a Seattle Skysports Club nevű egyesületből sikerült beszerezni. Ottani idő szerint délután 5 óra 24 perckor szóltak Coopernek, hogy a követeléseit összeszedték, így a repülőgép naplemente után több mint egy órával 5 óra 39 perckor landolhatott a Seattle-Tacoma repülőtéren. A géprabló azt mondta a pilótának, hogy egy félreeső helyen álljon meg a repülőgéppel, az ablakokat közben elsötétítették, hogy a mesterlövészek ne találjanak célpontot. Miután megálltak, a táskányi pénzt és az ejtőernyőket a légitársaság operatív igazgatója vitte el egy Tina McClough nevű stewardessnek, ő pedig Coopernek. Amint átvette, utasította a többi utast és két utas kísérőt, köztük azt is, akinek az események elején odaadta a certlit, hogy hagyják el a Boeinget. Magáról a férfiról egyébként egy csendes, megfontolt és nyugodt ember képe rajzolódik ki. A korábban említett utas kísérő ezeken kívül azt is elmondta, hogy Cooper udvarias volt, szépen és választékosan beszélt, a hangja mély volt és nem volt akcentusa.
Egy másik utas kísérő szerint Cooper ismerős lehetett Washington államban, ugyanis több olyan megjegyzést is tett, ami erre utalt. Egy ponton például azt mondta, hogy olyan ott lent, mint Tacomában, amely város a közvetlen szomszédja Seattle-nek. Illetve azt is helyesen mondta egyszer, hogy a repülőtér egy 20 perces útra van a helyi McCord katonai légibázistól. Végül kért magának egy újabb viszkit, amit ki is fizetett, a visszajárót ráadásul oda akarta adni az utas kísérőnek. Mi alatt a gépen volt, több cigarettát is elszívott. Miközben pedig feltöltötték üzemanyaggal a repülőgépet, Dan Cooper ismertette a követendő útvonalat a megmaradt személyzetnek. Ez szerint délkelet felé kell majd tartaniuk Mexikó város felé a lehető legkisebb sebességgel, ami körülbelül 185 km/h jelent. Ugyanígy minél alacsonyabban kellett repülniük, de sohasem magasabban 3000 méternél. Nem engedte, hogy felhúzzák a gép hajtóműveit, a fékszárnyakat 15 fokkal leeresztette, valamint az utasteret is meghagyott a túlnyomás szabályzás nélkül, a világítást pedig kikapcsoltatta. A segédpilóta ezután közölte vele, hogy Cooper követeléseivel a repülőgép maximum 1600 km-re tud majd eljutni, ami azt jelentette, hogy még mielőtt Mexikót egyáltalán elérhetnék, újból meg kell majd tankolni a Boeinget. Cooper és a személyzet ezután azt találta ki, hogy a több lehetséges megoldás közül a Nevada állambéli Reno-ban állnak meg majd újból. A férfi ezután utasította a kapitányt, hogy induljon el. Amit fontos kiemelni, hogy noha a célpontot a férfi jelölte ki, a pontos útvonalról a pilóta döntött. Ez később még fontos lesz. A kapitány még felszállás előtt közölte a férfival, hogy leengedett hátsó lépcsővel nem lehetséges elindulni, így azt felhúzták, majd a Tina McLoon nevű utaskísérő ott maradt az utastérben Cooperrel. Este 7 óra 36 perckor a repülőgép végül felszállt, ekkor már csak 5-en voltak a fedélzeten. Cooperen kívül a pilóta, a segédpilóta, az utaskísérő és egy fedélzeti repülőmérnök. Felszállás után Tina McLoon elmagyarázta a férfinak, hogy a lépcsőt hogyan engedheti le menet közben. Ezután Cooper visszaparancsolta a nőt a pilóta fülkébe és azt mondta, hogy senki ne zavarja. A nő még egyszer utoljára hátra nézve észrevette, hogy Cooper valamint a dereka köré erősít a folyosó végén a lépcső előtt állva. És ez volt az utolsó pillanat, amikor utoljára látták élve a férfit, legalábbis elvileg, de a lehetséges géprablókról majd később. A hatóságok ez alatt nem bíztak semmit sem a véletlenre, összesen 5 másik repülőgép követte hosszabb, rövidebb ideig Cooperék 727-esét. Előbb 2 F-106-os harci repülő, de bekapcsolódott kis időre például egy Lockheed T-33-as is. Ezek minden esetben új pozícionálták magukat, hogy a gépeltérítő ne láthassa őket. Felhívom a figyelmet, hogy ekkor már korom sötét volt, odakint esős vihar tombolt, a repülőgép pedig vastag felhőrétek felett utazott. De ez a láthatóság oda-vissza működött, a követők se sok mindent észleltek. A pilóta későbbi vallomása szerint 8 óra 5 perc körül rádión keresztül még megkérdezte Coopertől, hogy tehetnek-e érte bármit, de a válasz az volt, hogy nem. Ezután pár perccel felvillant egy vízvilágítás a fülkében, miszerint felnyílt a repülőgép hátuljában lévő lépcső, aminek használatára korábban pont az utaskísérő tanította meg a férfit. Ezt követően arra lettek figyelmesek, hogy megváltozik a nyomás a Boeing belsejében. 8 óra 13 perc körül a repülőgépen tartózkodók valamiféle rezgést éreztek, majd a farokrészt hirtelen feldobta valami, ami a jelentések szerint elég nagy volt ahhoz, hogy a repülőgép mozgását ki kelljen igazítani. 10 óra 15 perckor a repülőgép megérkezett az előzetesen megbeszélt Renoi repülőtérre, hogy ismét feltöltsék a 727-est. A leszállás követően FBI ügynökök és a többi hatóságok emberei vették körbe a gépet, ám annak átkutatása során már csak hűlt helyét találták a férfinak. Dan Cooper eltűnt. Viszont, mint korábban említettem, az, hogy a pilóta bevallása szerint ő választotta ki az útvonalat, arra enged következtetni, hogy a férfi nem tudta, hogy hol és mifelett ugrik ki. A NorJack névre keresztelt nyomozás, ami a Northwest Hijackingből állt össze, természetesen azonnal elkezdődött, és mint említettem, ügynökök lepték el a Boeing 727-est. Az FBI emberei összesen 66 azonosítatlan ujjanyomatot rögzítettek, ám ez egy rendszeresen használatban lévő repülőgépen kevésbé volt meglepő. Ezen kívül megtalálták Dan Cooper fekete, felcsatolhatós nyakkendőjét is, a hozzátartozó, az akkoriban csak az amerikai JCPenney áruházban kapható gyöngyház nyakkendőtűt és a 2 ejtőernyőt a 4-ből. Az egyiket ezek közül kinyitották, és az ejtőernyő kupolához erősített felfüggesztő zsinórok közül 2 kivágott a férfi. Feltehetően a stewardess is ezeket látta magára kötözni. Fontos kiemelni, hogy egyébként a 4 ejtőernyő közül a 2 legrosszabbat vitte el. Az egyik például használhatatlan volt, ugyanis oktatáshoz használták próbababákon. A másik pedig egy régebbi katonai darab volt, amit nem lehetett irányítani. Eközben viszont a repülőgépen hagyott egy professzionális sportejtőernyőt. A hatóságok ebből azt szűrték le, hogy a férfi valójában nem
nagyon érthetett az ugráshoz, mert egy profi azonnal tudta volna, hogy melyik számára a legjobb. Én azért itt felhívnám a figyelmet, hogy ez az ember 49 éve azóta is példátlan módon bolondította meg az egész amerikai bűnöldözést. Botordalog lenne nem gondolni itt is némi szándékosságra. Az FBI végül arra jutott, hogy véletlenül választhatta a rosszabb ejtőernyőket. Minden esetre röviden összefoglalva, a férfi elvileg nem tudta, hogy pontosan hol ugrik ki, ráadásul egy olyan ernyővel, amit nem tudott irányítani. Találtak továbbá 8 darab fűszűrős, relé márkájú cigarettacsikket is, amiket durván 5 óra alatt szívott el. Tehát vagy erősen láncdohányos volt, vagy a leírtakkal ellentétben talán mégsem volt annyira nyugodt és hidegvérű. Közben elkészült a fantomkép azoknak az embereknek a leírása alapján, akik személyesen találkoztak vele. Például a repülőtéri beléptetésnél segítkezők és a légiutas kísérők is. A hatóságok a nyomozás első 5 évében több mint 800 embert hallgattak ki, mint lehetséges gyanúsítottak, és akik valahogyan beleillenek a képbe. Végül 24 kivételével mindenkit sikerült tisztázni addigra. Közülük is ki kell emelni egyet, mégpedig egy bizonyos D.B. Cooper nevű oregoni férfit, aki az első között került a rendőrség látókörébe, miután volt bűnügyi múltja is. A nyomozás során ugyanakkor viszonylag hamar kizárták az esetleges érintettségét, ami egyébként is csak a nevek hasonlósága miatt volt. Viszont ennek az embernek, illetve James Long nevű újságírónak köszönhetően ragadt meg a D.B. Cooper név a Dan Cooper helyett. Egészen pontosan az történt, hogy Longnak sietnie kellett az ügyet taglaló cikk megírásával, ugyanis közeledett a labzárta, a gyanúsított nevét pedig összekeverte Dan Cooperével. Ezt követően már nem volt megállás, egyre többen vették át ezt az elnevezést. Dan Cooper tehát így változott át D.B. Cooperré. Természetesen a hatóságok megpróbálták lokalizálni és a lehetséges landolási helyét is a férfinak. Ugyanakkor ez elég problémás volt, először is, mert nem tudták, hogy pontosan mikor ugrott ki. Főleg úgy, hogy egyébként a Boeinget követő egyetlen repülőgép sem látott senkit sem kiugrani. Ami persze annyiban nem meglepő, hogy korom sötét volt, Cooper pedig az ingét leszámítva teljesen feketében volt. Azt viszont nem tudják, hogy a nyakkendőjét miért hagyta a gépen. Felmerült, hogy esetleg nem akarta útközben elhagyni. De mennyivel jobb fent hagyni a gépen a tett helyszínen, mint valahol az erdő közepén? Miért nem rakta el a táskájába és mondjuk égett el később? Minden esetre az FBI megpróbálta reprodukálni az ugrást. Ebből végül arra következtettek, hogy a legvalószínűbb időpont a 20 óra 13 perc volt, pont akkor, amikor egy erős viharon ment keresztül a repülőgép a Washington állambéli Lewis folyó felett. Többek között ezért is volt kérdéses, hogy egyáltalán túlélte az ugrást. A lehetséges landolási helyének keresését először a mesterséges Melvintó közelében a St. Helens hegynél kezdték meg. Viszont erről a területről érdemes tudni, hogy sűrű erdő borítja, ami nyomozati szempontból elég problémás. Az itt húzódó Clark és Cowlitz megyék serifjei és a hatóságok többi emberei is csatlakoztak a kereséshez. Lábon és helikopteren is kutattak a novemberi hidegben és a helyenként vastagabb hórétegben. Túlzás nélkül lehet állítani, hogy minden fűszál alá benéztek, a közeli tavakat is átkutatták, azonban minden igyekezet ellenére Dan Coopernek a legkisebb nyomát sem találták. De tényleg semmit, még az ejtőernyők sem maradtak hátra. Márpedig ha meghalt volna, vélhetően nem lett volna lehetőség eltüntetni a nyomait. Az pedig külön figyelemre méltó, hogy kutatva az adatbázisokban arra bukkantam, hogy azon az este a környéken 4 fok volt. Tehát bőrigázva, 3 kilométeres magasságból szél és esőviharban megtett ereszkedés után egy sűrű erdő, illetve hóborított a területen valahogyan sikerült eltüntetni a nyomokat, legalábbis a jelek szerint. 1972. márciusában egy még nagyobb volumenű keresésbe fogtak a környéken. A már említett hatóságokhoz csatlakozott a Nemzeti Gárda, a légibázis emberei, 200 katona és civil önkéntesek is. Egy kisebb tenger alatt járóval még a Mervintó alját is átkutatták, de ezúttal is eredmény nélkül. Később azonban felmerült, hogy könnyen lehet, hogy végig rossz helyen keresgéltek. Az eltérített repülőgép pilótája ugyanis azt mondta, hogy a korábban feltételezettől valamelyes keletebbre haladtak. Egy a Boeing mögött 4 perccel haladó másik repülőgép pilótája pedig arról beszélt, hogy az akkori szélirány miatt biztosan máshol kellett földet érnie a férfinak, délkeletre az eredeti helyszíntől, valahol a Vasugál folyó közelében. Az FBI elküldte a Coopernek adott bankjegyek széria számait a pénzintézeteknek, kaszinóknak és mindenféle üzletnek, ahol nagyobb összegű készpénzforgalomban. Ugyanígy elküldték világszerte számos bűnüldözési szervnek is, de mint hiába. A légitársaság egy utalmat ajánlott fel, ugyanígy újságok is pénzt ajánlottak egy-egy Cooper bankjegyért, de semmi. A férfinak odaadott 200 ezer dollárból a mai napig egyetlen bankjegyet sem használtak fel, vagy legalábbis nem tudnak róla. Az
évek során több olyan tárgyat is találtak, amit a férfihoz kötnek. Ilyen volt például egy prospektus, amit 1978-ban találtak, és amire egy Boeing 727-es hátsó lépcső lejáratának a kezelési út mutatója volt nyomtatva. A papírt egy szarvasvadász találta jóval a vért landolási területtől északra, Castle Rock településtől 21 km-re keletre, ugyanakkor még a repülőgép útvonalán és hiba határon belül. Meglepő lenne, hogyha ez nem Dan Cooperi lett volna. 2017-ben aztán önkéntesek egy csoportja egy vélhetően több évtizeddel korábban elhagyott ejtőernyős hevedert talált az útvonalon fekvő hegyvidéken. Persze erről még nem lehet teljes bizonyossággal állítani, hogy Cooperé volt, de ez is valami. Ugyanakkor a legkeményebb 9 évvel a gépeltérítés után történt. 1980. február 10-én egy vasárnapi napon a 8 éves Brian Ingram a Columbia folyónál vakációzott a családjával az Oregon állambéli Portland-del szomszédos, tehát az amerikai Vancouver-től durván 15 km-re elterülő Tinabar nevű partszakasznál. A kisfiú tábortüzet szeretett volna gyújtani a parton, ezért elkezdte feltúrni a homokot, hogy helyet csináljon. Ám egyszer csak 3 erősen válladozó pénzköteget talált. A papírpénzek tehát elég rossz állapotban voltak, de a gumi, ami összefogta őket, fura módon még mindig egyben volt, mindegyik kötegen. 2 kötegben 100 darab 20 dolláros bankjegy volt, a harmadikban pedig csak 90, tehát összesen 5800 dollár, és mivel a család is hallott a géprablásról, a megtalálás után ezeket átadták az FBI-nak. Érdekesség, hogy a bankók közül mindegyik abban a sorrendben volt elhelyezve, ahogyan annó Dan Cooper megkapta őket. Egyébként maga a megtalálás helye is arra utalt, hogy a Washougal folyó közelében ért földet a gépeltérítő. Erre azután következtettek, hogy a pénzt 27 km-re találták meg attól a területtől, amit a hatóságok a legvalószínűbb landolási zónának tartottak. Először arra gondoltak, hogy esetleg a Louis folyóba esetett a pénz, majd onnan a Columbia folyóba, ami végül letette a Tinabar nevű szakaszon. Csak ezzel az volt a gond, hogy a Columbia folyó ellentétes irányba folyt, így ez lehetetlen volt. Ezután került képbe a Washougal folyó, ami szintén beletorkollik a Kolumbiába, így pedig az elvihette egy darabon a pénzkötegeket. Ezen kívül azt a furcsaságot is fontos megemlíteni, hogy a civil kutatók kutatásokkal támasztották alá, hogy az 1971-ben a pénzkötegekhez használt kötöző guminak a megtalálás idején már bőven szét kellett volna mállania. Geológiai kutatások pedig az érintett partszakaszon arra jutottak, hogy az egyesületék rétegek elhelyezkedése miatt a pénznek bőven 1974 után kellett oda kerülnie a homokba. Ebben az évben ugyanis mérnökök feltúrták a környéket különféle folyószabályozási szándékkal. A pénzt viszont egy olyan homokrétegben találták meg, ami jóval azután alakult ki, hogy a mérnökök feltúrták a partot. Minden esetre bármikor is került oda, az sem magyarázza meg, hogy hogyan, illetve hogy honnan. Erre vonatkozólag még ötletük sincs a nyomozóknak. Hasonló a rejtélyes kérdés, hogy 3 egymástól külön kötözött pénzkötek hogyan került pontosan ugyanarra a helyre a folyópartján a homok alá. De ha még Cooper ugrása közben a levegőben estek ki a táskából, akkor is egymástól távol kellett volna földet érniük. De ugyanígy az is eléggé valószínűtlen, hogy kilométereken át úgy sodorja a pénzkötegeket a 7500 köbméter per másodperc vízhozamú folyó, hogy azok pont ugyanott rakódjanak le a parton, ráadásul egymás mellett. Ezen a ponton tehát azt sem lehet kizárni, hogy valaki utólag ásta oda a pénzt, sőt. Felmerülhet persze a kérdés, hogy próbálkoztak-e később modern technológiákkal DNS mintákat elemezni, a válasz pedig az, hogy igen. 2007-ben például 2 kisebb és nagyobb mintát tudtak levenni a nyakkendőjéről, ám sajnálatos módon a vizsgálat nem hozott eredményt. Ami még ígéretes lehetett volna, hogy a férfi által hátrahagyott cigarettacsikkeket vizsgálják meg, az azokon lévő nyálminta pedig igazi főnyeremény lett volna, ugyanis most figyelj, az évek során ezek eltűntek a bizonyítékok közül. Hát mik vannak? Tehát még egyszer, eltűnik a Dan Cooperhez köthető egyik legfontosabb bizonyíték egy olyan ügyben, ami akkor is és még hosszú éveken át lázban tartotta Amerikát, és a mai napig az egyik leghíresebb megoldatlan bűnügy, csak a zodiákus mérhető hozzá. Nos, miután ezen túltettük magunkat, érdemes arról is beszélni, hogy a már említett civilek Cooper kutatócsoport néven 2007-ben kezdtek el nyomozni, és sikerült érdekes dolgokat találniuk. Az 1971-ben még nem elérhető technológiáknak köszönhetően megállapították, hogy a férfi nyakkendőjén elég ritka anyagok találhatóak. Így például bizmut, alumínium, titánium, cérium és stroncium szulfid. Na már most utóbbiakról érdemes tudni, hogy a gépeltérítés idején még a ritkábbnál is ritkábbak voltak, és amiket most figyelj, a Boeing is használt a szuperszónikus repülőfejlesztési projektjében.
A titánium és az alumínium pedig arra utalt, hogy valamilyen fémmegmunkálásban vagy gyártásban utazó üzemhez lehetett köze a férfinak, vagy esetleg valamilyen vegyészeti létesítményhez. Ezek az anyagok ugyanis csak úgy nem kerülnek rá az ember ruházatára. Még mielőtt azonban rátérnénk a lehetséges gyanúsítottakra, érdemes felidézni, hogy mit tudunk a férfiról, illetve hogy a hatóságok mire következtettek. Az első években, mint már korábban említettem, 800-nál is több embert ellenőriztek le, végső soron azonban csak kevesen jöhettek reálisan szóba. A légiutas kísérők személyleírása alapján Cooper körülbelül 180 cm magas volt, 77 és 80 kg közötti a súlya, és leginkább 35 és 50 év közötti lehetett. A bőre enyhén napbarnította volt, szúros szemei egymáshoz relatíve közelestek, haja már kopaszodott, de nem annyira, hogy ne tudná elfésülni, fülei pedig enyhén szétálltak. A beszéde nyugodt volt, a hangja mély, illetve, és ez igazán az angolban jön át, de a kifejezések, amiket használt, arra utalnak, hogy kemény volt, mint a kátszéla. Ennek persze ellentmond, hogy az ő túrás repülőgépen tartózkodása alatt 8 cigarettát szívott el, de amikor például azt mondta a légiutas kísérőnek, hogy no funny stuff or I will do the job, ami tükörfordításban azt jelenti, hogy csak semmi vicceskedés, vagy elvégzem a melót, de autentikusan inkább úgy lehetne fordítani, hogy csak semmi trükközés, különben robbantok. Mindez arra utal, hogy a stressz helyzet alapvetően nem volt ismeretlen a számára. Ehhez kapcsolódik például a vélt helyismerete is, amire az egyik légiutas kísérőnek tett megjegyzése utal. Ez alapján korábban már minimum egyszer át kellett repülni a Tacomai Seattle felett. A megjegyzése pedig a légibázisra a hatóságok szerint a korábbi légierő szolgálatára utalhat. Könnyen lehet tehát, hogy egy háborús veterán volt. Hogy más nem említsek, a vélt kora alapján már a II. Világháborúban is harcolhatott, de Koreában vagy Vietnámban is. Az FBI egyik vezető nyomozója szerint vélhetően egy anyagilag kilátástalan helyzetben lévő ember lehetett, ami persze logikus következtetés, de egyébként miért zsarolt volna ki ennyi pénzt, ha egyébként tudta, hogy nyomon követik a bankjegyeket és a lebukás fenyegeti. Ugyebár említettem, hogy a Columbia folyó partján talált pénzkötegeken kívül a maradékból egyetlen árva 20 dolláros sem bukkant fel sehol, ergo nem került bele a nyilvános kereskedelembe. De akkor jogos a kérdés, hogy vajon mit kezdhetett vele? Hogyan használhat fel egy felhasználhatatlan pénzt? Bármilyen meglepő, ez is lehetséges. Először is fontos kiemelni, hogy mára például az Egyesült Államokon kívül még 7 másik ország hivatalos fizetőeszköze az amerikai dollár. A bankjegyek széria számainak ellenőrzését pedig nem úgy kell elképzelni, hogy a kasszás erzsi minden vásárlás után felcsapja a kis noteszét és összehasonlítja a 10 000 ellopott bankjegyével. Ez körülbelül ilyen, ha úgy alakul, hogy belebotlunk, akkor oké szintű dolog volt. Szóval alapvetően az, hogy világszerte se onnan sem kaptak jelzést a Coopernek adott pénzről, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem is használtak el belőle. Itt pedig felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen 20 dolláros bankjegyeket kért. Leginkább azért, mert ez nem volt se túl kis összeg, hogy 3 bőröndel kelljen elvinnie, de nem volt túl nagy sem, hogy másoknak az már gyanús legyen. A 10 000 darab 20 dolláros bankjegy pont az az összeg volt, ami egyszerre növelte, de mégis csökkentette a lebukás veszélyét, mert noha több emberhez juthatnak el ezek a bankjegyek, így pedig a rendőrséghez, de ezáltal mégis nehezebb lesz visszanyomozni. A következő érdekesség a férfival kapcsolatban egy francia nyelvű belga képregényhez és annak kanadai főszereplőjéhez, egy bizonyos Dan Cooperhez kapcsolódik, aki sok egyéb kaland mellett katonaként ejtőernyőzésben és pilótáskodásban is csillogtatta tudását. Mivel azonban ezeket a képregényeket nem forgalmazták az Egyesült Államokban és nem is fordították le angolra, arra gyanakodtak, hogy lehet, hogy nem is amerikai volt a férfi, legalábbis ha innen kölcsönözte a nevét, ami azért elég gyanús. Ha viszont nem amerikai volt, akkor például kanadai, ahol árulták a történeteket, ezért tudhatott például akcentus nélkül angolul beszélni, de közben megérteni a francia képregényt is. Ugyanis, mint ismert, az Egyesült Államok északi szomszédja egy nagyon jelentős francia nyelvű közösségnek is az otthona. Erre utalhatott az is, hogy amikor leadta a követelését a 200 000 dollárra, akkor állítólag azt a kifejezést használta, hogy idézem, használható amerikai valutában kéri, márpedig egy amerikai sosem használna ilyen kifejezést. Az is biztosnak tűnik, hogy nem véletlenül választott egy ilyen Boeing 727-est, ugyanis például a hátsó leengedhető lépcső lejárata ennél tette lehetővé a legbiztonságosabb menet közbeni kiugrást a polgári használatban lévő repülőgépek közül. Ráadásul sok más polgári géppel ellentétben képes volt anélkül alacsony magasságban és sebességgel haladni, hogy idővel zuhanni kezdjen. Ezen kívül a férfi azt is tudta, hogy a számára ideális utazáshoz 15 fokkal kell leereszteni a fékszárnyakat. Maga a tény pedig, hogy tudta, hogy egyáltalán
lehet engedni menet közben a lépcsőt, amit egyébként előtte nem hoztak nyilvánosságra, arra enged következtetni, hogy vagy nagyon mélyen, akár illegális módszerekkel nézett utána a történteknek, vagy esetleg valamilyen bennfentes hatóságnál, így például a hírszerzésnél, a CIA-nál dolgozhatott. Egy 1986-os az ügyet feldolgozó könyv szerint ugyanis ezek közül a repülőgépre vonatkozó információk közül voltak olyanok, amiket csak a CIA-nál tudtak. Akkor térjünk is rá a gyanúsítottakra, de ezek közül is csak azokkal foglalkozom, akik tényleg szóba jöhettek. Noha muszáj kiemelnem, hogy nem véletlenül nem tartóztatták le egyiket sem, valami mindenhol hibázott. Azt is elmondanám, hogy ugyebár alapvetően a géprabló természete békés volt. A gépen maradt utas kísérő egyszer például rákérdezett, hogy miért csinálja az egészet, mire Dan Cooper azt válaszolta, hogy nem azért, mert rossz érzései vannak a légitársaság iránt, hanem csak szimplán rossz érzései vannak valami iránt. Bár azt már nem fejtette ki, hogy mi az a valami. Ugyan itt fontos felhívni a figyelmet, hogy nem bántott senkit. Noha az ernyők igénylésekor még azt hitték a hatóságok, hogy azért kell neki négy, hogy túszt vagy túszokat vihessen magával. De erre nem került sor, és nem is bántott senkit, nem volt durva senkivel. Végig kimért, udvarias, nyugodt és idegvérű maradt. Az első, akiről beszélek, egy Kenneth Christiansen nevű második világháborús katona, aki ejtőernyős bevetéseken is részt vett. Ő azután került képbe, hogy a testvére 2003-ban látott egy dokumentumfilmet az ügyről, és meggyőződésévé vált, hogy Dan Cooper valójában Kenneth volt. Ami ezt alátámaszthatná, az a már említett ejtőernyős múlt, illetve az sem mellékes, hogy 1954-től annak a légitársaságnak dolgozott, amelyiknek a gépét eltérítették, sőt még azután is. 1971-ben 45 éves volt, tehát beleillik a leírásba. Cooperhez hasonlóan ő is dohányzott, és nagyon szerette a bourbon whiskyt is. Az ismeretlen férfihez hasonlóan ő is balkezes volt. Coopernél erre a nyakkendőtű elhelyezésének irányából következtettek. A Scheffner nevű légiutas kísérő szerint Christiansen hasonlított leginkább a férfira azok közül, akiket neki megmutattak, noha teljes bizonyossággal ő sem tudta kijelenteni a találatot. Ugyanakkor a véletlen egybeeséseknek még nincs vége. Például pár hónappal a rablás után vett egy házat, az 1994-es halála után pedig több bankszámlán is egészen véletlenül 200 000 dollárt találtak a rokonok. További furcsaság, hogy találtak egy mappát, amiben a légitársaságról szóló újságcikkeket gyűjtötte kivagdosva, egészen az 1954-es munkába állásától kezdve, ugyanakkor a büntény után ezt abba hagyta. Halála előtt a testvérének annak beszámolója szerint elég rejtélyesen azt mondta, hogy idézem, van valami, amiről tudnod kellene, de nem mondhatom el. Az évek során persze jöttek a cáfolatok is. Először is Christiansen 7-8 centivel alacsonyabb volt a leírtaknál, jobban kopaszodott, a bőre is világosabb volt, és újra sem illett bele a leírásba. Az is kiderült, hogy a rablás után a házat nem készpénzben fizette, hanem egy 17 éves jelenzálloghitellel. De arra is rájöttek, hogy a halála előtt földeket adott el, hektáronként 17 000 dollárért. Tehát látták a bankszámlákon talált 200 000 dollár útját. Természetesen az FBI-nál is képbe került, de sohasem kezelték első számú gyanúsítottként, csak olyas valakinek, akire illenek bizonyos részletek. A következő egy Lynn Doyle Cooper, röviden LD Cooper nevű korai háborús veterán, aki először 2011-ben jött képbe, miután az unokahúga bedobta a nevét. Marla Cooper ugyanis azzal állt elő, hogy emlékszik 8 éves korából, amikor LD Cooper és egy másik rokona valamiben settenkedtek, amihez drága walkie-talkie-k kellenek. Mindezt elvileg Portlandtől 240 kilométerre délkeletre tervezték, a következő napon pedig megtörtént a gép eltérítése. LD Cooper ezután véres ruházatban érkezett haza, amit állítása szerint egy autóbaleset okozott. Unokahúga szerint nagy rajongója volt a Dan Cooper képregényeknek, az egyik kiadványt még a falára is kitette rajszöggel. Ugyanakkor a beszámolók szerint sohasem volt köze az ejtőernyőzéshez, végül pedig 1999-ben halt meg. Érdemes beszélni egy William Gassett nevű koreai és vietnámi veteránról, aki tapasztalt ugró volt, ezen kívül kapott kiképzést vadonbeli túlélésre is. A férfi a géprablás után feltűnően sokat foglalkozott az üggyel, ami persze nem túl logikus, ha az ember rejtőzködni akarna. De az tény, hogy például gyűjtötte az ismeretlen férfiról szóló cikkeket, illetve azt is leszögezném, hogy az esetleges érintettsége csak mások elmondásai alapján állhat össze, illetve hogy rendkívül hasonlít a fantomképre. Minden esetre a beszámolók szerint fiainak egy
barátnak és egy nyugalmazott bírónak egyszer elmesélte, hogy ő volt a géprabló. Egy Gazette-ről információkat gyűjtő Galen Cook nevű ügyvéd szerint a férfi állítólag egyszer egy kulcsot is mutatott a fiainak egy vancouveri széfhez, amiben állítása szerint az elrabolt pénz van. Legidősebb fia szerint a géprablás után nem sokkal, karácsony előtt az apja mutatott neki egy halom készpénzt is. Aztán azt is elmondta, hogy Gazette szerencsejáték függő volt, és aki szerinte az egész raklapnyi pénzt eljátszotta Las Vegasban. 1988-ban aztán a férfit római katolikus pappá szentelték, és megváltoztatta a nevét Wolfgangra is, amit sokan úgy értelmeztek, hogy megpróbálta rejteni valódi kilétét. Habár az kérdés, hogyha tényleg ő volt a géprabló, akkor miért csak 17 évvel később tette ezt meg? Ugyanakkor bármennyire is hasonlít a fantomrajzra, az FBI nem talált bizonyítékot arra, hogy egyáltalán a gépeltérítés lefedő területnek akár csak a közelében is lett volna 1971 hálaadás napján. A leírásban linkelek egy hosszabb írást a férfiról, ha valakinek jobban felkeltette az érdeklődését. A következő és az egyik legismertebb gyanús alak egy Richard Floyd McCoy Jr. nevű férfi volt, nemes egyszerűséggel azért, mert az eredeti rabláshoz képest pár hónappal később 72. áprilisában megkísérelte ugyanezt végrehajtani, gyakorlatilag lemásolta a 71-es bűntényt. Persze ez az is hozzátartozik, hogy valamennyire hasonlított is a fantomképre, de ami tovább erősítette a gyanút, hogy az előzőekhez hasonlóan ő is háborús veterán volt, Vietnámban kétszer is járt. Ezen kívül bombaszakértő is volt, valamint szolgált az amerikai különleges erőknél, a híres Green Beretsnél helikopterpilótaként. Szóval ez a McCoy is eltérített egy ugyanolyan hátsó lépcsős Boeing 727-est, kért 4 ejtőernyőt, nem 200, hanem 500 000 dollárt, álnevet használt, a hátsó lépcsőn távozott és kis szetlikkel kommunikált, amiken használta a csak semmi trükközés kifejezést is. Az ő repülőgépe a kolorádói Denverből indult, és a Utah állambéli Provo felett ugrott ki, ugyanakkor hátrahagyott új lenyomatokat például egy magazinon, amit repülés közben olvasott. Ezen kívül a gépen hagyott, kézzel írott gépraplási jegyzetei alapján is be tudták azonosítani, így két nappal később le is tartóztatták. 45 évre ítélték, viszont két évvel később megszökött a pennsylvániai börtönéből, majd egy autós üldözés után FBI ügynökök lelőtték Virginiában. A hatóságok soha nem kezelték komolyan vehető gyanúsítottként, az eredeti rablás idején ugyanis csak 29 éves volt, illetve hihető információja volt a rendőrségnek arról, hogy Las Vegasban volt a 71-es rablás idején. És noha a családja azonosította a Dan Cooper által hátrahagyott gyöngyházberakású nyakkendőtűt, miszerint McCoynak is volt egy olyanja, ez nem túl sok. Mindezek mellett pedig az utaskísérők is kijelentették, hogy biztosan nem ő volt Cooper. Robert Rextro az egyik legismertebb gyanús személy, talán már mondani sem kell, hogy ő is háborús veterán, egészen pontosan Vietnámból. Rendelkezik repülési tapasztalattal, ugyanis helikopterpilóta volt, és érdekes módon pont a rablás előtt egy hónappal szerelték le a seregből. Ő is hasonlít valamennyire a fantomrajzra, volt egy John Cooper nevű ejtőernyős nagybátyja, valamint bűnözői múlttal is rendelkezett. Egyszer például még a forradalom előtt Iránban tartóztatták le, majd adták ki az Egyesült Államoknak, miután korábban bombát találtak nála, és emiatt körözés alatt állt. 1979-ben ugyanakkor törölték a lehetséges elkövetők közül, mert semmilyen bizonyíték nem utalt az érintettségére. Ami viszont híressé tett, hogy két író, akik a Cooper üggyel foglalkoztak, az információ szabadságról szóló törvényre hivatkozva kikérték az ügyaktáit az FBI-tól. Ezután pedig azt az összeesküvés elméletet rakták össze, miszerint az FBI szándékosan törölte a férfit a gyanúsítottak közül, hogy elkerüljék a szégyent, amiért nem sikerült elég bizonyítékot szerezniük ellene. Nem túl izmos ez így, a gépen utazók ráadásul semmilyen hasonlóságot sem találtak Rextro képe és a gépeltérítő között, főleg úgy, hogy a szemei nem barnák voltak és csak 28 éves volt az események idején. Még két emberről szeretnék beszélni, az egyik közülük a személyes kedvencem is. Az első egy William J. Smith nevű második világháborús veterán, aki 43 éves volt a rablás idején. Az ő esetében is vannak gyanús körülmények, de talán az elképesztő hasonlóság miatt lett igazán érdekes. Amit tudni érdemes róla, hogy a hadsereg után egy vasúti társaságnál dolgozott, míg nem egy csőd miatt 1970-ben elvesztette az összes nyugdíj megtakarítását. Egyesek szerint ez motiválhatta a gépeltérítésben, illetve az is furcsa egybeesés az esetében, hogy a középiskolában volt egy Daniel Cooper nevű iskolatársa, aki életét vesztette a világháborúban. A férfi után az amerikai hadsereg egyik elemzője kezdett el kutakodni, és a nyakkendőn talált ritka anyagokra is adott magyarázatot. Miután ugye egy vasúti társaságnál dolgozott, az elemző szerint az egyik szerelvényjavító műhelyben szedhette össze ezeket. Az FBI nem kommentálta azóta sem.
Az utolsó pedig egy Walter Rika nevű michigani férfi, természetesen háborús veterán és gyakorlott tejtörnyős, és egyben a személyes kedvencem is. A férfi csak nagyon későn, 2018 májusában jött képbe, 4 évvel a halála után, amikor is egy Carl Laurin nevű pilóta barátja állt a nyilvánosság elé, akivel együtt kezdtek el ejtőernyőzni az 50-es években. Walter Rika, aki 37 éves volt az események idején, egy rögzített telefonbeszélgetésben tett vallomást a barátnak, akinek megengedte, hogy történetét publikálja a halála után. A férfi barátja ráadásul szentül hitte, hogy Rika egy CIA és fedett ügynök volt, akár kettős vagy többszörös ügynök is, méghozzá a KGB-nél és a Mossadnál. Ennek bizonyítására Laurin egy halom külföldi útlevelet is bemutatott, az amerikain kívül volt ott szovjet és brit papír is, de ugyanígy rábukkant KGB-s és MI6-es azonosítókártyákra is, ugyanakkor ezek hitelességét még nem vizsgálták meg. Az összesen 3 órányi hangfelvételen a férfi mesél a gépeltérítés részleteiről, de ami igazán érdekes volt, az az állítólagos landolás és ami ezután történt. Egészen pontosan azon a bizonyos estén egy Jeff Osaidich nevű korábbi rendőr, aki a Washington állambéli Clay Ilumból származott, éppen a város közelében hajtott el a teherautójával, amikor a hegyoldalban az út mellett egy férfit pillantott meg, amint a sétál a durva viharban. Azt gondolta, hogy lerobbanhatott a kocsia, és talán segítségért indult el. A teherautós így felvette, és továbbhajtottak egy közeli diner felé. Az ismeretlen férfiról azt mondta, hogy teljesen bőrig voltázva, a kabátját pedig a hóna alatt szorongatta. Odaérve rendelt egy kávét, a férfi pedig leült mellé a szinte teljesen üres kávézóban, és megkérdezte, hogy hol vannak. A volt rendőr elmondta neki, hogy Clay Ilumtól körülbelül 6,5 kilométerre keletre és úgy 160 kilométerre délkeletre Seattle-től. Az idegen ezután megkérte a sofőrt, hogy igazítsa útba egy Don Brennan nevű barátját a szintén Washington állambéli Heartline-ból, ami úgy 200 kilométerre északkeletre volt Clay Ilumtól. Természetesen ebbe beleegyezett, majd nem sokkal később az útbaigazítás is megtörtént. A teherautó sofőrnek ezután dolga akadt, így elment, viszont előtte még az útszéli férfi felajánlotta, hogy fizeti a kávéját. Ezután pedig már nem látták egymást többet. De a legkeményebb az egészben, hogy ugyanezt a teherautó sofőr is leírta egy vallomásban, de nem azért, mert híressé akart válni, hanem mert volt Erika barátja, akinek elárulta a titkát, egy helyi újságíró segítségével lenyomozta és megkereste. Tehát ez a két ember egymástól függetlenül is ugyanúgy mesélte az aznap este történteket. Miután pedig a sofőr megkapta volt Erika fényképét, egyértelműen azonosította. Jeff Osaidich azt is hozzátette, hogy a férfi aznap hálaadás estén tényleg furcsa volt, de mint mondta, idézem, nem akartam hülye kérdéseket feltenni. Nos, az előbbiekből tehát egy dolog szinte biztosan kiderült, hogy Walter Rika aznap este tényleg ott volt a Seattle és Portland közti településen. De derültek ki még más érdekességek is. Walter Rika ugyanis a halála előtt eskü alatt tett írásos vallomást az egyik rokona előtt, amiben elismeri a bűncselekményt. Barátjának pedig azt is elmondta, hogy eredetileg nem is tudta, hogy a lépcsőn keresztül is ki lehet ugrani a gépből. Először a repülőgép főajtaját akarta használni, de a gépen maradt Tina McClough nevű utas kísérő ekkor megállította és javasolta, hogy inkább a hátsó lépcsőt használja. Az pedig szintén újdonság, hogyha a fenti történet igaz, akkor Dan Cooper nem egyedül dolgozott, a hátlányi barátnak ugyanis készenlétben kellett állnia. Walter Rika sztoriát könyvben is kiadták, ebben pedig megkérdeztek többek között légirányítókat és pilótákat is, akik szerint igenis lehetséges volt eljutnia arra a helyre az ugrás után, ahol a teherautósofőr felvette. Bár a hatóságok ezt elvetették, szerintük túl messze volt a lehetséges landolási helytől. A 2018 májusi nyilvánosságra hozatal után pedig beszéltek arról is, hogy mire költötte állítólag a pénzt. Ez szerint jellemzően olyan helyekre ment vele, ahol rendszeresen nagy összegeket kezelnek. Vásárolt például bútorokat, autót, de a pénz legnagyobb részét egy kanadai bankban helyezte el. Ugyanakkor bármennyire is lenyűgöző ez a történet, perdöntő bizonyíték itt sincsen. Nos hát ezek azok az emberek, akik szóba jöttek az évek során, de az ismeretlen férfi továbbra sem sikerült minden kétséget kizáróan azonosítani. Az pedig talán szintén egy fontos részlet, hogy a géprablás után sem az Egyesült Államokban, sem pedig Kanadában nem kerestek a gépeltérítőre akár csak kicsit is hasonlító eltűnt szemét. Ezt hozzátéve ahhoz, hogy a pénzkötegeket és a prospektus leszámítva soha egy árvanyomot nem találtak Dan Cooperhez köthetően, erősen arra enged következtetni, hogy az ismeretlen férfi tényleg túlélte az ugrást. Az FBI
2016. júliusában jelentette be, hogy az ügyet 45 év és több mint 1000 lenyomozott gyanús személy után lezárják, hogy más, fontosabb és aktuálisabb ügyekre tudjanak koncentrálni. Ezzel kapcsolatban csak érdekességként mondom el, hogy először légi kalózkodás volt a vád ismeretlen tettes ellen, de ez 5 év után elévült. Egy bíróság viszont ezután ezt megváltoztatta arra, hogy az ismeretlen férfit az 1946-ban elfogadott, majd 51-ben beiktatott Hobbs törvénnyel vádolják, ami egyebek mellett zsaroláshoz is kapcsolható, és nincsen elévülési ideje. Ez pusztán annyit jelent, hogy noha az FBI lezárta az ügyet, bármikor újra nyithatnák, ha előkerülne a tettes, és persze el is ítélhetik. Annyi idő pedig még nem telt el 1971 óta, hogy ki lehessen jelenteni, hogy Dan Cooper már meghalt volna. Egy biztos, a közel tökéletesen kivitelezett akcióját sikerült megúsznia, és talán lehet, hogy még ma is él valahol a videó elkészítésének idején.